én rózsám seje haj. Abba fűsülni magás, az én rózsám, abba fűsülni magát. És őt babám, gödör hajat két felé, csak még egyszer seje haj. Nézzek a szemed közé, csak még egyszer nézzek a szemed közé. A Magyar Kultúra ünnepe rendezvény sorozatához kapcsolódóan Alkotni jó címmel nyílt kiállítás a Bihari Múzeum kiállító termében az Igaz Gyöngy Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény tanárainak munkáiból. Köszöntőt Muraközi István polgármester mondott. Január 22-e, azt tudjuk, hogy a Magyar Kultúra napja, de Berett Gyöngyfalu jó hagyományaira szíven nem csak egy nap, hanem egy jó néhány nap, most körülbelül egy hét terjedelemben próbál megünnepelni, próbál megemlékezni a magyar kultúráról. Nem piros betűs ünnep a naptárban, ezt elmondtuk, de azt gondolom, hogy az itt jelenlévők és a gála előadáson és a többi rendezvényen jelenlévők talán elmondhatják, hogy nekünk azért mégiscsak fontos. Nagyon jó az, hogyha egy-egy alkalommal ráirányítódik a figyelem a magyar kultúrára, mert azt gondolom, hogy kimeríthetetlen az a kincsestár, tele van akár Igaz Gyöngyel, akár másmilyen színes filmmel, és jó abból szemezgetni és bemutatni az utánunk jövő generációnak, hogy maradjon is meg a magyar kultúra. De ezt mindig, hogyha van egy nap a naptárban, az mindig azt jelenti, hogy egy nap rá irányítódik a figyelem, de ez mindig jelzi annak a bizonyos dolognak a sebezhetőségét is, hogy bizony-bizony oda kell rá figyelni, és nem csak az év egy napján, egy bizonyos időszakában, hanem folyamatosan mindig is. A Berett Gyöngyfalu rendezvényeken azt láthatjuk, hogy valóban minden korosztály képviseltette magát, és így azt gondolom, hogy bizakodással nézhetünk a jövőbe, hogy ez a továbbadása a következő generációknak biztosított. Tényleg nagy öröm, hogy érinkezetlet alapján már azt gondolom hagyományszerűen megrendezhetjük ezt a kiállítást, és én azt gondolom, hogy jobb helye is van ennek a kultúra napjához kötődve, mint az adventhez. Valahogy így az üzenete nagyobb az egésznek. Tanárok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak, azok is jelen vannak a kiállításon. Tudják, nálunk van egy olyan mondás, amit gyakran használunk, hogy a kreativitás az csak ott él meg, ahol értékelik. Most hát mi értékeljük a kreativitást, nem csak a gyerekekben, hanem egymásban és a kollégákban is. Sőt, nálunk a kreativitás egy kicsit kötelező is, és ezzel tulajdonképpen sarkaljuk arra a kollégákat ezzel a bemutatkozással, hogy mindenki a saját alkotását is tartsa szinten magában azt az erőt, amit utána a gyerekeknek át tud adni. Amikor a kultúrházban voltunk és nagyobb volt a tér, akkor a tanítványaink munkáit is gyakran szerepeltettük ezeken a kiállításokon. Most viszont egy érdekes színfoltot hoztunk ide. Az Igaz Gyöngy ugyanis azt gondolja, hogy a művészet nem csak a gyerekekhez találja meg az utat, hanem a felnőttekhez is. Azokhoz a felnőttekhez is, akik nem szakképzettek és nem tulajdonképpen nem is dolgoztak soha, azokhoz a mély szegénységben élő szülőkhöz, anyukákhoz, akik képesek nagyon szép, igényes munkákat létrehozni. Egy zseniális ötlet volt ez, hogy a gyerekek rajzait próbáljuk meg kihímeztetni a gyerekekkel. Ez nagyon bejött, ebből csináltunk egy szociális innovációt. Jelenleg 3 településen 55 asszony dolgozik ebben a projektben. Úgyhogy ezt a kiállítási anyagot hoztuk most ide nagy örömmel, és nagyon remélem, hogy sokan megnézik majd a kollégáim, meg az én munkáimat is a gyerekek közül, hogy lássák, hogy hova lehet eljutni azzal, hogyha az ember kitartóan azzal foglalkozik, amivel szeret. Én azt gondolom, hogy a 2013-as év az nekünk nagy üzenet. Egyrészt nagy üzenet, mert az állami támogatást úgy kaptuk, mert külön szerződés, külön megállapodás keretében azzal az üzenettel, hogy igenis szükség van erre a munkára, erre a szociális és művészeti munkára is. Másrészt azt gondolom, hogy az, hogy az önkormányzat nyilvánosan, látványosan segítséget nyújtott abban, hogy ingyenesen használjuk az épületeket, az nekünk óriási üzenet és segítség is. Lehet, hogy pici segítségnek tűnik, de mi mindenfélét megnéztünk az utóbbi időben, és nekünk ez sokat jelentett. Azt jelzi ez nekem ezzel a kiállítással együtt, hogy része vagyunk ennek a kistérségnek, része vagyunk ennek a településnek, azzal a kulturális értékkel, és azzal a szociális fejlesztő tevékenységgel, amit végzünk, és ez az igazi öröm, azt hiszem.